Egy szép kis csapatot verbuáltunk össze, két nő is, Bence. Bence, hát a bőség zavara. Igen, a két legfontosabb lány per pillanat az életemben, természetesen anyukám, meg a testvérem, meg a nagymamám, meg mellettük, de hogy velük töltöm a legtöbb időt mostanában, és nagyon köszönöm nekik mindent, mert hogy az Adil is rengeteget segít, az Iringóról meg nem is beszélve, hát neki rengeteg munkája van mostanában velem, és nagyon hálás vagyok neki. Iringó, azon gondolkodtunk végig fönt a sajtópáholyban, hogy ugye Bence inkább egy poénnak fogja fel ezt az egészet, ez most egy küzdelem, vagy inkább egy játék? Ez egy nehéz kérdés. Nem gondolom, hogy ez egy játék, mert azért ez annál sokkal több. Ő a maga szakmájában otthon van, és profi, és most egy olyan téren kell megmutatni magát, ahol viszont bizonyítania kell, és önmagához képes is sokkal többet kell nyújtania, és ezt nem engedheti meg magának, hogy itt hibázzon, vagy hogy kevésbé jó produkciót mutasson be. Úgyhogy inkább versenynek mondanám, mint játéknak. Adél, te... Annyit csak, hogy nem, semmiképpen nem mondanám, bocsánat, csak hogy poénnak fogom fel, tehát hogy tök jó a hangulat meg minden, de hogy rengeteget dolgozunk, tényleg, amit szoktak, a többiek is el szoktak mondani, hogy ez tényleg rengeteg munka, nem is látják az emberek, tehát nap mint nap hosszú-hosszú órákat próbálunk erre. Nyilván valami pillanat szeretnénk belerakni minden produkciónkba a poént, a humort, hogy az én karakteremhez közel álljon, de ennek ellenére ez egy nagyon-nagyon komoly munka különben. Adél, te már végig küzdötted magad az X-Faktor színpadán, mentálisan ellátott tanácsokkal, Bence? Természetesen, amiben tudom, abban segítem, és hát nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, hogy tényleg, hogy az Iringó egy ilyen focista alkatú fiúból egy ilyen profi táncost varázsolt, hát ez azért kell tudás és profizmus, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, és bízom benne, hogy az eddigi munkájuk az így még nagyobb gyümölcsöt fog hozni, és elnyeri mindenkinek a tetszését. Még gyümölcsök van, ami még nagyobb. Addig nyérem? Hát úgy legyen, köszönöm szépen, sok sikert, sziasztok!